Különleges ünnepi gálaműsort tartottak Szekszárdon a Kultúra Hete programsorozat keretében. Hagyománnyá vált a Babits Mihály Kulturális Központban, hogy nem csak a Magyar Kultúra Napját, január 22-ét ünnepeljük meg, hanem egy több napos rendezvénysorozattal készülünk itt a Babits Kulturális Központban, és egy nagyon régi hagyományt elevenítettünk fel idén, mégpedig egy olyan gálaműsort szerveztünk, ahol Szekszárd kulturális életének a színe java bemutatkozhat. Nagyon régen volt arra mód és lehetőség, hogy közel 20 szekszárdi értékekkel bíró zenekar, együttes, néptánccsoport, nyugdíja, szépkorokat tömörítő egyesület, és a legfiatalabbaktól a legidősebbekig terjedően bemutathatják a tudásukat azok a nálunk működő és itt próbáló, kvázi itt élő csoportok, akik én azt gondolom messzi földre is elviszik a jó hírünket. Az ünnepségen beszédet tartott Csötönyi László, Szekszárd megyei jogú város közgyűlésének kultúra, civil szervezetek, városmarketing bizottságának elnöke. Január 22-en a Magyar Kultúra Napja, amelyiket hivatalosan 1989 óta ünneplünk, annak az emlékére, gondolom az itt ülők közül sokan tudják, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Szatmárcsekén a himnusz kéziratát. A 201. évforduló a mai. Beszédében hangsúlyozta, hogy érdemes a kultúra iránti fogalmunkat és tudatunkat ennél tágabb horizontra terelni. Mint mondja, a kultúra azon javak egyike, amelyikből minden ember részesülhet kisebb vagy nagyobb mértékben. Kultúra kifejezés ma különböző tartalmú és terjedelmű fogalmak jelölésére szolgál. Az egyik jellemző értelmezés szerint az emberek szellemi, lelki és esztétikai fejlődésének az általános folyamatát, a másik szerint egy embercsoport, korszak vagy általában az emberiség sajátos életmódját, a harmadik szerint a szellemi és különösen a művészeti tevékenységet, és ennek a termékeit, vagy elemeit foglalja magában. Az utóbb említett értelmezés manapság a legelterjedtebb, amelyik szerint a kultúra, az emberi tevékenység sajátosan kulturális területét, például a zenét, az irodalmat, a festészetet, a szobrászatot, a táncot, a színházat, vagy éppenséggel a filmet jelenti. Tisztelt jelenlévők! Ezekben a vészterhesen, sablonossá alakított mindennapokban talán nem is azon kell gondolkodnunk, hogy mi a kultúra, vagy amiben gyakran belekényszerítenek bennünket, hogy vajon a mi kultúránk, vagy a másoké a szebb, a jobb, az elfogadhatóbb, hanem ezen túllépve, józanésszel és a jövőbe tekintve azon kellene eldöbbengenünk egy kicsit, hogy mi lenne, ha teljesen megfosztanának bennünket a kultúrától, mert a véleményem szerint rohamrétegben haladunk e felé. Berlinger Attila ezen felül kiemelte a gálaműsor egy újabb alkalom, hogy mindenki osztozzon a város kulturális érdekeiben. Mai nap is teltház előtt fognak felépni ezek a csoportok. Én azt gondolom, nem is lehet ez másképpen, hiszen az itt felépő csoportoknak a családtagjaik, a barátaik, szüleik vagy éppen gyermekeik ugyanúgy közöttünk élnek, és ők is kíváncsiak arra, hogy egész évben ezek a csoportok micsoda munkával, milyen fantasztikus lelkesedéssel és odaadással készülnek. Éppen ezért, amikor a saját csoportaink, a saját közönségünk, a saját városlakók előtt mutatkozhatnak be, az mind-mind egy bizonyítéka annak, hogy Szekszárd igenis még mindig a kultúra fellegvára, a kultúra városa, és nem vagyunk egy nagy létszámú megyeszékhely, de rendkívül gazdag és pezsgő élet vár itt mindenkit, akár itt élőt, akár vendégeket. Az ünnepi műsoron felléptek mindazon egyesületek, akik Szekszárd hírét nem csak helyi, de világviszonylatban is öregbíteni tudják.